A comb csontozásának eszközei a hétszolos elővágókés, a fenőacél és a csontfűrész. A hatékony munkavégzés nélkülözhetetlen eszköze az éles kés. Késeinket minden munkaművelet előtt acélozzuk meg. A láb biztos fogását követően a farokcsont és a keresztcsont porcos ízesülésénél a farokcsontot vagy a farkat eltávolítjuk. A csülök és a láb találkozásánál a sarokcsont kettévágásával lefűrészeljük a lábat. A csülköt a térdízület egyenes átvágásával távolítjuk el. A keresztcsont szemérem üreg felőli oldalát kitisztítjuk. A keresztcsont izomszöveti oldalát átvágjuk a csonthártyán, majd az ízületitok átvágásával a keresztcsontot kivesszük. A felsálon a bőrt előfejtjük. A csülök felőli oldalról a kés élét a combcsontra fektetjük, majd feltárjuk a combcsontot. A combcsont másik oldalát is előfejtjük, majd a csontot a csonthártya mentén kiszakítjuk. A tért kalácsot eltávolítjuk.
A felsát borító húsrészt levesszük. A combot három részre bontjuk bőrös, darabolt comb esetén. A megtisztított felsállal kezdjük. Majd a diót és a sluszt is elválasztjuk a frikandótól. A puha zsiradékot kivesszük, és a felesleges húsrészeket eltávolítjuk. Majd megfordítva a bőr felüli oldalát formázzuk, figyelve arra, hogy a bőrös szalonnán a húsrész körülbelül 1 cm-rel túlnyúljon, tekintettel arra, hogy füstöléskor a húsrész jobban összehúzódik, mint a szalonna. A dió és a slusz formázásánál a lelógó húsrészeket és a puha zsiradékot eltávolítjuk, majd megfordítva az előzőekhez hasonlóan a bőrös részt formázzuk. Mind a három rész formázásánál ügyelni kell a vakvágásmentességre. A kitermelt húsrészek nem érintkezhetnek a padozattal. A műveletek során keletkezett húsrészek, a frikandó, a dió, a slusz, a bőrös nyesedék, az apró hús, a csülök, a láb, a csontok és a felsáv. A munkavégzések után a késfertőtlenítő használata kötelező.